Mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág a világjáró magazin alapító főszerkesztője és Almási Gyula a világjáró kiadó igazgatója. A műsor együttműködő partnere a világjáró utazás.hu. Egy különleges szigetország a Perzsa övölben, ahová még igen kevesen jutnak el Bahreinről, így nem sokat tudunk, pedig fellendülő turizmus a várhatóan a következő évtized egyik érdekes jelensége lesz az arab térségben. Gyula, te üzleti ügyben voltál most Bahreinben, és hát tényleg kevesen jutnak el Bahreinbe. Te egyáltalán hogy jutottál oda? Meg Tudom hol van egyszerűen. egyáltalán Bahrein? Bahrein a Perzsa öbölben található, egy sziget, és hát tök egyszerű eljutni, tehát ez egy királysági szigetország a Perzsa öbölben, úgy jutsz el, legegyszerűbben, hogy vízzel elerepülsz a Budabiba, és Abudabiból szintén velük tovább tudsz repülni Bahreinbe. Egy ott, óra az út. Ott Tehát... azt a térséget úgy ismerjük, hogy ott van ugye Dubáj, ott van Szaudarábia, ott van még Katar, és Igen. akkor valahol ott a Perzsa ögölben úszkál egy sziget? Akkor ugye megyünk a Budabi felé, onnan tovább tudnánk menni kocsival, egyébként el lehet jutni Katar felé is, de Katarba is át lehet repülni, és utána következő sziget kisebb, mint Katar, jóval kisebb, egy ilyen budapesti méretű maga Bahrein. Innen öt óra a Budabi, az a Dhabi reptérem Hát este érkezik oda ugye a repülő, hogyha Pestről megyünk. Érdemes egy napot a Budabiban eltölteni, mert vagy hát a repülőtéren egy éjszakát, de az nem jó, mert hajnalban 6-20-kor már indul a Bahreini járat. Tehát egy napot érdemes azért ott eltölteni. És akkor megérkezik az ember a repülőtérre, és akkor már meglepődik, egy fantasztikusan nagy, óriási repülőterük van, ami, hát voltunk odafele és visszafele és még kihasználatlan. Tehát lehet látni, hogy úgy építettek repülőteret, mint ahogy a dubaiak, hogy majd 20 év múlva tele lesz, vagy 10 év múlva tele lesz. Ilyen fehér szőnyegen tudsz végigmenni, tehát a folyosókon fehér szőnyeg van, minden csillag, villag, a mosdók, azok zsírújak, tiszták, tehát gyönyörű szép az egész, és óriási, tehát egy óriási terminál van, ami Ferihegyi terminálunkat ötször be lehetne tolni simán. És akkor így megérkezem, elindulsz Bakrein fel, egy 20 percre van a repülőtéről a város, sok-sok felhőkarcolót látsz már az úton is, sőt már reptéren is, akkor megérkezel, akkor lehet látni a felhőkarcolókat. Nagyon hasonló a, az érzés a városban, mint a, az Emirátusokban járnánk. Egy picit olyan érzetem volt, hogy 20 éve Dubáj, tehát egy kicsit olyan, mint a 20 éve jártunk volna a Dubájban, van már egy csomó felhőkarcoló, van már egy csomó bevásárlóközpont, vannak mesterséges szigetek itt is, de az infrastruktúra körülötte még, még nagyon fog Tehát, hogy van egy szép felhőkarcoló, és körülötte üres homokos telkek. Megint mész tovább, megint látsz egy pár ilyet, és akkor megint ilyen homokos ö, semmi, tehát sivatagnyi részek. És ha autózol a városba körbe, akkor ugyanezt látod, hogy mész a semmibe, ilyen sárga, de ilyen világos, egész ilyen, majdnem úgy ilyen korral homokos, fehér sivatag van, és akkor egyszer csak látsz benne egy lakóparkot, amit már így felépítettek szép házakkal, de még út nincs hozzá. Tehát fordítva van mind nálunk, hogy először megépítik az utat és utána a házakat, nem, itt megépítik a házakat, és majd valahogy zsippekkel oda mennek, meg így a homokba oda mennek, de még út nincs. És akkor így nem érted, hogy a semmibe miért van egy ilyen lakótelep. A lakótelep alatt nem paneleket kell érteni, hanem ilyen szép, modern házak. Pont ezért egy picit nézzük már meg Bahreint, hogy egyáltalán járnak-e oda turisták, milyen a turisztikai <laughs> népszerűsége ennek a kis szigetnek, illetve sziget és szigetcsoport, mert ugye négy nagyobb sziget és harminc kisebb sziget, ami a Bahreini királysághoz tartozik. De hogy itt fogadnak turistákat, a turizmus egyáltalán milyen állapotban van? Fejlődő állapotban van, Egy részről nagyon sok turista van, mégpedig azért, mert Dammamból, azaz Szaudarábiából jönnek a szaudiak. Van egy híd, ami összeköti a szigetet Szaudarábiával, egy 30-valány kilométerre már Szaudarábiába át tudsz menni, van egy Al-Kobar nevezetű város, az az első, ahová megérkezik a turista. Mi is gondolkodtunk egyébként, hogy átmenjünk Szaudba, de aztán elvetettük, mert bonyolult lett volna, de a szaudiak jönnek át Bahreinbe, és azt mondják, hogy a szaudiak jönnek át egy picit azért, hogy mint a Dubájba mennének, majdnem olyan nekik Bahrein, sokkal lazábbak a szabályok, sokkal könnyedebben tudnak a tengerpartra menni, szállodák vannak, bulik vannak, és nagyon sok szaudi jár át. Tehát a szállodában minden második autónak a rendszám a szaudi volt, rengeteg szaudit láttunk, ez az ő helyük Bahrein. A turizmus pedig ott tart, hogy ahogy mondtam, még épül, vannak már most főleg a belvárosban, ugye a központ ez a Manama, ez a főváros is, ugye ahogy mondtad, több szigetből áll, de így egybe van építve, több kis hídon lehet átmenni ezekre a szigetekre, és ez a belvárosban egymás mellett vannak nagyon szép szállodák. Ezek általában a belvárosi szállodák nem tengerpartiak, ugye nincs tengerpartjuk. Ezzelól egy kivétel van a Four Seasons, aminek van egy kis saját mesterséges sziget, és egy ilyen 50-100 méteres kis partja. Kiebb külső szigeteken, Manassi felé, az, az egy nagyon szép strand, ez a Manassi Beach, akkor az Amwaj nevezetű sziget, azon vannak szállodák, illetve ott vannak hosszabb homokos tengerpartok. Az az igazság, hogy mentünk, mikor szabadidőnk volt, akkor körbeautóztuk a várost, Bahreint, és nem igazán találsz ilyen Szép public et mint mondjuk az Emirátusokban több helyen is, ahol így le tudsz menni fürödni. Találtunk olyat, egyébként a, az vicces volt, mert a portásunktól megkérdeztük, konciestől, hogy hova menjünk, és akkor mondta, hogy ide is ide menjünk el, ott van egy nagyon szép homokos part, és ott tudunk fürödni. Hát elmentünk, volt egy homokos part, megálltunk, jó, kiépített parkoló volt, képzeljünk el egy ilyen fehér homokos partszakaszt és az autó a parkolóba az a volt, egy darab ember nem volt, és ez szombat délután volt, tehát elvileg, ugye a fő időszakban, de egy ember nem fürdött. Nem volt semmilyen árus a parton, tehát volt egy homokos part, volt hozzá egy parkoló, és sehol senki. Aztán onnan egy 500 méterre találtunk egy hasonló partszakaszt, szerintem ezt akarta ő ajánlani. Ott voltak ilyen street food bódék, mindenhol hamburger árulnak egyébként, ez is furcsa és oda lementünk, azt hittük, hogy ott majd lesz nagy élet, ott volt egy ilyen kis hajó ilyen kajak, kölcsönző, meg jetskizni lehetett, de ott se volt senki, csak az árusok. Mi voltunk a, az őszturista, illetve egy jetskis ember ott volt, aki eresztette be a vízbe a jetskijét, ott se volt senki, Ugye a helyek nem járnak ilyen helyekre fülödni, vagy legalábbis minimális még ez a public beach turizmus. Úgyhogy ott is körbesétáltunk, kicsit fülöttünk, de hihetetlen kihalt volt. És akkor aztán a szigetnek másik részén találtunk olyan strandot, ahová belépő van, amikor az elég drága 15 helyi dínár, ami érdekes, mert jobb az ő pénzük, mint az euró. Egy dínár 1000 forint. És ide 15 dinár volt a belépő, megnéztük a strandot, nem túlzok, 80 méter hosszú strand volt, voltak hozzá a napágyak, és csak 70 fölötti európai turisták voltak és akkor ilyen lánc akartak csinálni, csak nem egészen értettük, hogy a lánc a, a, nyugdíjas klubba az hogy megy, úgyhogy ezt a strandot ezt elengedtük. De itt például mellette ez az Ambach sziget, itt van egy, egy nagy hajókikötő, egy jachtkikötő, ahogy gyönyörű hajók állnak, tehát lehet látni, hogy azért a, a helyi elitnek ott állnak a hajói, és mellette például találtunk egy csodaszép szállodát, Diárt Hotel, azt tudom talán a leginkább ajánlani, ez még viszonylag közel van a városhoz, ennek van egy gyönyörű szép saját strand kiépített parcakasza, két kis mesterséges szigettel, és itt, itt, nagyon, nagyon jól lehet pihenni. Azt gondolom, hogy ha valaki Bahreinbe vágyik, akkor azt javaslom, hogy menjen el az Emirátusokba, lönjen egy pár napra el Dubájba vagy Abu Dhabiba, és exotikumként át tud menni egy három-négy éjszakára felfedezni Bahreint mi a, az oka ennek? Egy picit a neves ki a történelmet, hiszen annak bárki utána tud nézni, de mi a történelmi múltja a turizmusnak, a Bahrein gazdaságának, és egyáltalán a térségben betöltött szerepe, hogyan juttatta idáig, hogy ugye a térségben most van arra, lehetőségük, hogy a turizmust fejlesszék. Hát ugye Bahrein nagyon régóta, tehát ha kicsit, ha messzere vegyünk vissza a babiloni időkben is volt már már a szigeten éltek és kereskedtek. Egy ilyen szigetről beszélünk, elég, elég jó stratégiai helyzetben volt, és a kereskedelmi útvonalak azok itt áthaladtak rajta. Nagyon sokáig a közeli oázisokban voltak ilyen karaván utak és megállók, illetve ami fontos volt egészen az olaj megtalálásáig, az itt a gyöngyhalászat. Tehát a gyöngyhalászatból éltek, ugyanúgy, mint egy csomó helyen ugye az Egyesült Arab Emirátusokban. És ami érdekes, hogy míg az Emirátusokban 69-ben, 70-ben találták meg az olajat, itt már a 30-as években, tehát hogy már 30-ban, 1930-ban találtak olajat, és a gazdaságuknak, a gazdagságuknak egyébként ez az alapja, az olaj, Ugye pont ebben az időkben a, az iráni fennhatóság alól a britekhez menekültek, úgymond, tehát brit fennhatóság alatt volt a sziget, és a brit protektorátus alatt találták meg az olajat. Nyilván a britek akkor egyből sokkal fontosabbnak tartották ezt a kis szigetet, mint korábban. És egészen 1971-ig volt a, az angol korona gyarmatnak a része, és azóta lett független. És azóta egy ilyen alkotmányos királyságról beszélünk. Hát az alkotmányost azt úgy kicsit, úgy dupla kérdőjele megkérdőjelezném. Meg Tehát van egy király és ugye ahogy szokás ez a, az arab országokban, ő uralkodik, és az ő családja. És a családja. Igen, és az úgy öröklődik. De van parlament, meg minden ilyen bohóckodás, de hát ha bemegyünk egy szállodába, akkor ugyanúgy, mint a térségben bárhol ki van az idős király, a testvére, az apja és a fia, tehát a három, három legfontosabb vezető az minden szállodában. Szerintem úgy adják át a szállodákat, hogy az az egyik ilyen feltétel, hogy átadjanak egy szállodát, hogy kim vannak -e az uralkodók képei. Igazából ez egy ez egy klasszikus királyság, Bahreini királyságnak is nevezik, és hát ma ugye elsősorban az olaj, a földgáz, amiben nagyon, nagyon erősek láttunk is a sivatagban, amikor kiemeltünk mentünk égő olajtornyot, illetve a repülőről lehetett látni, mikor felszálltunk vízi olajkutakat, mesterséges szigeteket építenek már a, ezek köré, és ilyen óriási tározók vannak, földgáz, kőolaj, minden, tehát ugye az arapja a gazdagságuknak az ez, a turizmus az náluk még azért látszik, hogy másodlagos. Milyennek az oka, hogy nem? Tehát turizmus fejlesztése. Fejlesztik, fejlesztik. Hát csak a térséghez képest mondjuk már előbbre tart. Hát igen, de nem tudom, hogy valószínűleg azért, mert ők jól megélnek a szaudiakból. Tehát ugye a szaudi turisták. Igazából átjönnek az egy kocsival. ilyen belföldi turizmusnak hát, számít. igen. Egyébként nagyon így van, mert egyik alkalommal visszaadtak nekünk az egyik szállodába, szaudi riáltattak vissza és azt hittük, hogy a saját magát a pincér, mert ötöt kellett volna visszaadni, és egy ötvenest adott. És így mutattuk, hogy ez nem jó, és akkor vettük észre, hogy ez szaudi pénz. És a szaudi pénz az csak egy a százhoz, uh -huh. tehát pont tízszeres, igen, tízszerese ugye a Bahreini a szaudinak, és használják, úgy használják a szaudi pénzt, mintha a saját pénzük lenne. Tehát azzal is lehet vizetni bárhol? Abszolút. Mondom, hát úgy uh -huh. adtak vissza, utána mondom, uh -huh. na ez már jó átvert minket, mert nem fogjuk tudni elkölteni, bementünk egy ABC-be, simán ugyanúgy elfogadták, uh -huh. csak uh -huh. ötöt ért. Uh -huh. Úgyhogy igen, ez egy kvázi ilyen helyi turizmus, és a helyi turizmus nagyon megy, tehát hétvégénként tele van Bahrein-szaudiakkal, akik átjönnek szórakozni, csajozni állítólag, bár én nem nagyon láttam. Nem tudom, hol csajoznak, de a szállodákban sehol, meg sehol nem láttam ilyen, ilyen filippino, vagy egyéb ilyen könnyűérű lányokat, tehát nem tudom ez hogy van, ez még számomra így rejtve hát, maradt. Valószínűleg ez valószínűleg valamilyen belső hálózat tudják, hogy ez Ugye? hogy működik, Igen. de állítólag itt azért lazább. De az élet maga azért elég szigorú, tehát maga az élet mondjuk. Hát ahhoz képest, amilyen Szaúdban, meg Kuvaidban, ahhoz képest sokkal lazább. Tehát eh, voltunk, mondok, ilyen szép nagy bevásárló központok, gyönyörűek tényleg, egy baj van velük, hogy 14 fokra lehűtik, kint van 36 fok, bemész, és egyszerűen rosszul érzed magad, de szó szerint kimenekülsz belőle egy idő után, ezek bírják, tehát ők megszokták. És de fel ott, is vannak öltözve. Igen, de nagyon vegyes a kép. Tehát itt sokkal több fekete abajás teljesen le, tehát még a szemük, tehát csak a szemüket látod hölgyeket látsz. Taparva. Igen, nagyon sokat, tehát sokkal többet, mint Dubájba, vagy, vagy Abu Dhabiba, vagy az Emirátusokban. De ettől függetlenül látsz kvázi európai ruhában is helyeket, tehát sokkal lazább. Ezek, akik átjönnek ide Szaudarábiába, szerintem ezt keresik, hogy rengeteg üzlet van, európai éttermek, mondom szórakozó helyek is vannak, úgyhogy nekik ez egy ilyen pici Dubáj. Na, és hogyha már elmegyünk Bahreinbe, akkor mit érdemes még? Miért jövünk ide, vagy miért jönnek ide a turisták azon kívül, hogy ugye vásárolnak? Amivel mindenki kezdi, ez a, a Manamai belváros. A belvárosban van egy pár nagyon érdekes felhőkarcoló, ikonikus épület. Van egy ilyen dupla, tornyos, különleges felhőkarcoló, ez az egyik legrégebbi, ez a World Trade Center. Két ilyen háromszög alakú épület, és közötte, ilyet még nem láttam, három szélkerék van, és forog a szélkerék. Tehát, hogy valószínűleg áramot termelnek vele, de hihetetlen, és ott mindig húzat van, nyilván ez tök okos ötlet, mert ahol két felhőkarcoló van, ott mindig szél van, és ez alatt van egy ilyen, egy, hát ez az ilyen ötcsillagos top bevásárlóközpont, ahol a leges, legdrágább márkák tényleg, tehát az legdrágább olasz ingek, a Porsche szalon van, Aston Martin szalon egymás mellett, Lotus szalon is mögötte, meg a Gucci, Versace, Louis Vuitton, és akkor ezek még a gyengébb márkák ezzel az épülettel szemben, egy picit arrébb, van megint egy jó pár különleges épület. Az egyik egy ilyen csavart felhőkarcoló, ami így csavarodik. Ennek a tetejére sikerült feljussunk, Ez egy Windham szálloda, és a tetején van egy fantasztikus bálterem, ahol esküvőket, meg konferenciákat, meg rendezvényeket tartanak, és hát oda fel tudtunk menni, és onnan gyönyörű látszik az egész város. Ez a belváros, ezek a modern épületek. Van egy nagy mecsetjük, igazából kívülről szép, meg este nagyon szép kivilágítva ez az elfatak mecset, belül nem olyan nagy élmény, mint mondjuk egy Sheikh Zayed nagy mecset a Budabiban, vagy mint mondjuk egy klasszikus isztambuli mecset, de azért érdemes elmenni. Több erőd is van a városban, van egy kisebb erőd, az Arad erőd, az a neve annak a résznek, hogy Arad, és ott van egy tengerparton egy kis vár, illetve van a nagyobb régi erőd, Bahreini erőd így hívják. Hát ezen a területen már Krisztus előtt két ezer évvel is volt település. Ez a nagyon-nagyon régi mezopotámiai előtti birodalomnak volt az egyik települése, és Hát ilyen, 2800 én 2800-ra teszik Mon, időszámításunk előtti időre teszik ennek az alapját. Ez én egyébként ez a világörökség Mon, része. Újmúj birodalomnak. A, és amit most látunk, az már egy jóval későbbi vár. Tehát voltak itt portugálok is bizonyos időszakban, és ezt azt hiszem, hogy ők építették ezt a várat. Ide érdemes elmenni de azért azt javaslom, hogy ne délbe menjünk. Szóval még most október végén is 36 fok volt délbe, és a parkrótól igen messze van az erőd, úgyhogy kétszer meggondolja az ember, hogy elsétál. Mikor érdemes ide jönni, ugye itt egy ilyen sivatagi éghajlat? Hát ugyanakkor, mint az Emirátusokban. mostantól, mit tudom én, májusig. Ugye köztem már 45-50 fok van itt is, pontosan ugyanannyi idő van, mint az Emirátusokban, sőt, most egy picit följebb van, egy, talán egy fokkal hűvösebb van, de azt nem érzékeled. A tenger az ilyen 32 fokos volt, de arra, hogyha valaki elmegy egy szállodába, arra mondjuk ez október-novemberi időszak, az tökéletes. Tehát ha valaki most kedvet kap, és holnap megveszi egyet, akkor most egész december közepéig biztos, hogy nem fog fázni. Akkor is csak este. Maximum. Most, ha kicsit még manamába maradunk, van bármiféle régi örökség, történelmi emlékek, vagy bármi, ami itt ezt az arab kultúrát bemutatja Van még nekünk? egy bazár, az nem annyira régi, de legalább az arab világhoz kapcsolódó szuk. Van egy aranybazár, illetve hát ott az az aranybazár, az csak az eleje. Van egy ilyen fedett rész, ott le tudsz parkolni, és be tudsz sétálni, és az első 200 méteren nagyon sok aranyüzlet van, egymás mellett vannak az aranyüzletek. Nem olyan, mint Dubájban, nem olyan nagyon látványos, nem olyan hosszú, meg nem olyan, olyan sok van belőle, de van. És akkor utána, ahogy mész beljebb, akkor ott vannak szuvenírboltok, és ahogy elhagyod ezt a fedett részt, onnan már egy ilyen igazi arab bazár rész van, tehát már ilyen klasszikus, nem az a nagyon régi, hanem inkább ez a modern bazár, ott mindent lehet kapni tényleg a textil üzleteket lehet szőnyeget venni, lehet ezeket a lámpákat, ezeket az arab lámpákat, nagyon szépek vannak, és akkor onnan bármit, tehát hogy onnan, ott azért el lehet csavarogni, meg jó el lehet tévedni ebben a szukba, főleg este, de ide és este érdemes menni, viszont ami érdekes volt, fél már zárnak. Tehát nem úgy van, mint mondjuk Dubájban, vagy hogy ott az arab más térségben, hogy 11 simán nyitva vannak, itt fél tízkor szigorúan bezárnak. Tehát, hogy az ember ilyen hatkor, hétkor menjen, amikor már lement a nap, az esti imát érdemes meghallgatni, és onnan végig sétálni a, a bazárban, és mondom, kilenc-kor kezdenek bepakolni. Említetted itt ugye, a, a szaudi, illetve a belföldi turizmust, ugye járnak ide, lovagolni, búvárkodni, golfozni, ez egyre ö, inkább felendülőben a fejlesztés alatt van. Búvárkodni, esetleg hajózni érdemes itt ö, akkor, amikor mi ide érkezünk. Vagy ez, Igen, hát itt a... Van itt egy vízi nemzeti park is állítólag, több. Igen, élet, arra de mi nem terület. voltunk, de láttam ilyen, ilyen reklámokat, hogy el lehet menni búvárkodni. A lovaglás az nagyon népszerű a solymászat is ugye, mint mindenhol, és amiről nem beszéltünk, a Bahreini Forma 1-es pálya. 2004-ben e, volt az első Bahreini nagy díj, még szegény Michael Schumacher nyerte azt a, a futamot, és azt tette fel a térképre Bahrein. Tehát e, igazából a, az első Forma 1-es verseny, és azóta töretlenül van Forma 1 Bahreinben, sőt, ha jól emlékszem, a Covid alatt kétszer is volt, mert Ugye elmaradtak versenyek, és akkor ott két versenyt is raktak egyes után egy évbe. 14-től 10 évre rá megcsinálták azt, hogy kivilágított pálya van. Ugye ennek az volt az oka, hogy iszonyú meleg, meleg van napközben, tehát napközben nem is tudom, hogy rendeztek akkor még futamot, de most már csak este rendeznek futamot, és ki van világítva a pálya. Kimentünk, megnéztük a pályát, sajnos nem engedtek be, mert valami privát rendezvény volt ez kint van egy kicsit, hát egy olyan 30-40 perce van Manamától, egy ilyen nagy hatsávos autópályán lehet oda kimenni, és hát van egy gokárt pálya mellette, az úgy van megcsinálva, mintha Forma 1-es pályán menném, Eredetileg azt olvastuk, hogy a Forma 1-es pályán lehet gokártozni. Na hát ez nem igaz. Tehát nem pont a Forma 1-es pályán gokártozol, csak a pálya mellett, és egy versenypálya, egy gokárt versenypálya van építve, és mikor odaértünk, akkor elképesztő sebességgel mentek a gokártok. Nem mondom, ilyet még nem próbáltunk, lehetett látni, hogy ilyen 100-120-szal csapatják a gokártok, nem mondom, ez, 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 izgalmas lesz, és olvastuk, hogy lehet bérelni egy negyed órára, fél órára gokártot, oda mentünk, és akkor mondtuk, hogy akkor ilyet szeretnénk. Jó, hát ezek 100, nem tudom hány lóerősek, ezek a Forma 1-es gokárt versenyre készülő kocsik, amit bérelhet az a kilenc lóerős normál gokárt, ugyanezen a pályán, csak nem nem ilyen sebességgel. Tehát igazából picit így így átverés volt, de egyébként nagyon klassz. Tehát nem egy ilyen sima, ilyen gumika kirakott gokárt ringen mész, hanem egy, egy versenypályán, ami dől, minden jól néz ki, de, de azért nem ugyanaz. Hát azért azt gondolom, hogy vannak olyanok, akiknek engedik ezt a pályát is, valószínűleg. Hát van az a pénz, igen, ott, fölmehet, hát saját autóddal vagy, vagy versenyautóval biztos, igen. hogy lehet. Mi ezt így nem tudtuk kipróbálni, de, de amúgy érdemes elmenni a Bahreini pályát megnézni. No, hát akkor megtudtuk azt, hogy Bahrein a jövő egyik érdekes turisztikai célpontja lesz. Mi még foglalkozunk majd vele a következő világjárba pont most szerkesztjük képben és szövegben, úgyhogy érdemes lesz majd átlapozni, és ott is még ezentúl sok érdekességről lesz szó. Úgyhogy ez volt a mai világjáró magazin. Érdemes velünk tartani minden kedden. itt leszünk és mesélünk tovább. Ez volt a Világjáró magazin. Friss utazási ötletekkel, izgalmas témákkal és persze személyes kalandokkal. Világjáró magazin, mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. Az adás visszahallgatható a www.trendefem.hu oldalon. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu